A labdarúgó MB2, MB2 utolsó fordulójában a Kisvárda elleni hazai győzelemmel először lett élvonalbeli a Balmazújváros, amely a bajnok felcsútiakat is legyőzte a szezonban. Soraiban 5 gólig jutott az MB1-ben egykor már 16 évesen bemutatkozó csatár, az élvonalbeli rutinnal tehát bíró Volent Roland. Őt kapcsoljuk most. Szia Roland, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az ünneplésnek vége? Igen, vége van. De tartott jó sokáig, jó. nem? Hát azért elég sokáig, igen. Hát mondjuk de, uj, megértem, ujga. de figyelj, játszunk el egy gondolattal, mert hogy ugye te egy nagy vándormadár vagy megfordultál már néhány klubban pályafutásod során, mondjuk most megvolt ez a feljutás, nem erőször vagy Balmazon, sikerült, ez egy sporttörténeti siker a városba. MB1-esek lettetek, megint MB1-be játszhatsz. Azonban jelentkezik egy, egy patinás klub, legyen ez az MTK, hogy igazolja hozzájuk az MB2-be, elmennél? nem. Mert nekem ez volt a vágyam nagyon régóta, hogy tudjak játszani, és úgy érzem, hogy most itt a lehetőség, akkor, akkor lehet, hogy lehet, hogy most megint lesz arra a lehetőségem, hogy a legjobbak között játszok, ezért nem hiszem, hogy elmennék. Na a kérdésem ugye talán sejtett, hogy miért is tettem föl, mert van Igen. nektek, volt nektek egy vezetőedzőtök, Fecskó Tamás, aki ezt az utat választotta, tehát nem megy veletek, felvid benneteket, de nem megy veletek az NB1-be, hanem az NB2-be kiesett MTK edzője lesz. Meglepett téged, titeket, a játékosokat? Meg, meg persze, hát igazából 24 óra esetelt el az ünneplés után és volt egy közös és igazából ott ott tudtuk meg, tehát így nem volt még igazából kimondva, de persze mindannyian csalódottak voltunk, meg tényleg váratlanul értünket, mert mi úgy voltunk vele, hogy vele fogunk tovább menni a megkezdett úton, de, de végül is mégsem így alakult. Igazából megyünk tovább, tehát én azt gondolom, hogy várjuk az új edző érkezését, és megyünk tovább a megkezdett úton. Hát nyilvánvalóan most nehéz helyzetbe került a és edzőt kell gyorsan találni. Ti még nem tudjátok, hogy ki lesz az új tréneretek? Nem, nem, nem is sejtjük. De én azt gondolom, hogy a napokban ki fog derülni. Azt mondd Roland, hogy mi volt a, a számodra a, a, jó, a jó oldala Fecskó mesternek, tehát minek tulajdonított te azt, hogy az ő szakmai tudása is elhozta a ti játékotokkal együtt természetesen ezt az eredményt. Szóval milyen edző? Hát én azt gondolom, hogy csapatot sikerült formálnia, tehát elég különböző karakterekből és tényleg azt mondom, hogy mindenki egy irányba húzott és, és tehát minden mindent megtettünk a, a siker érdekében, tehát azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagybetű csapat. Nyilván, nyilván ennek nagyon nagy szerepe van neki is. Na most, hogy alakult ez ki? Te ismered a közeget, először 2014 tavaszán játszottál Balmazújvárosba, aztán most erre a szezonra tértél vissza, és ez a csapat, ezt a csapatot Fecó tréner tavaly nagyon rossz állapotban vette át, utána már feljebb jöttek, de akkor még nem is akarták volna a feljutást. Ti most végig, egész évben úgy álltatok a dologhoz, hogy biztosak lehetettek benne, hogyha sikerül, akkor lesz egy. Hát ő, hogy elkezdett a bajnokság, én azt gondolom nem volt ő, tehát kimondva, hogy mi föl akarunk jutni, de aztán persze beszélgettünk egy között az öltözőbe, hogy milyen jó lenne a ha, had, de és hogy ahogy jöttek a győzelmek, úgy azért egyre többet beszéltünk róla, de mindig igazából a következő meccsre készültünk, hogy azt megnyerjük, és akkor igazából a vége fele már úgy alakult, hogy akkor tényleg akkor sikerült, és akkor most már el is vállaljuk, hogyha ja, úgy alakult. Hol volt a fordulópont? Mi volt az a pillanat, azok a mérkőzések, azok a fordulók, amelytől kezdve te már tökéletesen elhitted, és nagyon akartad, és nem, nem lehetőségnek, meg esélynek, hanem, hanem igazából biztosan elérendő dolognak fogtad fel ezt az ember. Tudjuk, a legvégére maradt a döntés, de hát előttem azért hullámzott a dolog, és abszolút benne ja. volt, hogy, hogy, hogy ti lesztek a másodikok. Hát én szerintem 7-8 forduló a végelőtt, amikor uh, sikerült megnyernünk a hazai pályán a Nyíregyháza meccset, ott a 95-ben, mert azt gondolom, hogy ott ott indultunk el felfelé. Tehát az nekünk egy nagyon fontos mérkőzés volt, és uh, igazából utána pedig folyamatosan jöttek az eredmények, tehát azt gondolom utána már mindenki elhitte, hogy sikerülhet. Többször mondta, nyilvánvalóan azért nagyon fontos szerepe van, hogy csapat, tehát hogy csapat, közösség, kohézió, jó társaság együtt. Na de hogyha megnézzük a szakmai részleteket, a, akkor inkább a taktikának, a, a technikának, a játéknak volt fontosabb szerepe a szezonatokban, vagy pedig a erőnlétnek, a fizikai állapotnak? Én szerintem minden összeáll, tehát de taktikailag is ember voltunk, meg tényleg azt gondolom, hogy nek, nálunk se, sehol nem volt jobb erőnlét egyik csapatnak sem, és a másik pedig, amit már említettem, hogy mi tényleg csúsztunk, másztunk a másik ér mellett, volt egy csodálatos közönségünk, egy olyan vezetőségünk, aki mindent megteremtett azért, hogy csak a focira kelljen koncentrálnunk, és azt gondolom, hogy így összességből összeállt minden. Ezért sikerült ez a csoda. Neked különösen érdekes lehetett ez a szezon, gondolom én, hogy mindeközben, bár Békés Csabai lévén a, nyilván jobban örültem, hogyha a Balmaz és a Békés Csaba jut föl az első osztályba, de ott fent meg a Honvéd lett a bajnok. Ez is megérintett? Természetesen ott is voltam az utolsó mérkőzésen. Azért közelének érzem a Honvédot, mert mindig magamhoz azért csak jó pár évet eltöltöttem, és akár én is lehettem volna ott, csak máshogy alakult az élet. No, mekkora lesz szerinted a mozgás? Van egy ilyen csapat, a játékosok szeretik egymást, elérték együtt az első osztályt, és ilyenkor két utat lehet választani egy edzőnek, egy klubnak, úgy nagyjából együtt tartja, vagy egészében együtt tartja azokat, akik kivívták a feljutást, vagy elkezd gondolkodni rajta, hogy vajon elég lesz ez az első osztályba, és nagyobb mértékű erősítésekbe is cserékbe kezd. Nálatok mi várható? Hát én bízom benne meg, hogy hallottam, azért a mag együtt fog maradni nagyjából, és azt gondolom, hogy ha ez így, így lesz, és természetesen jön erősítés, mert kell, akkor, akkor nem lesz probléma. Ha, és miután megvan a tapasztalatod az első osztályal kapcsolatban, azt mondnak, hogy mit tartasz a fő veszélynek, amire nagyon kell figyelni egy ilyen osztályugrásnál bekerültetek az NB1-be, újoncként, hogy nehogy úgy járjatok, mint mondjuk a gyírmot. Én azt gondolom, hogy egy, a kezdés nagyon fontos, nem szabad beragadnunk, és én azt gondolom, hogy ha mi ugyanazt a játékot fogjuk játszani, amit, amit MB2-ben, akkor én azt gondolom, hogy nem lesz probléma. A feltételek, az infrastrukturális háttér tudjuk van új stadion, de egyáltalán minden az adott, tehát NB1-es közegben Igen. készülhettek? Így van, így van tényleg, tehát aztán edzőpályáktól kezdve, rehab központig, tehát minden az, tényleg minden adott ahhoz, hogy, hogy komoly munka folyjon NB1-ben is tehát jövőre veled az NB1-ben, volt már olyan másodosztályi szezonod, hogy 15 gólt rúgtál, most 5 gólig jutottál az első osztályba, mit tűznél ki magadnak célul? Hát én, én egy 6-7 góllal már elégedett lennék, de én nagyon bízom magamban, hogy, hogy, tényleg most meg tudom megint mutatni, hogy, hogy igenis kell még velem számolni. Kell még vele számolni, hát még nagyon sok éved lehet hátra, és akkor ez szerint a következő éveket szívesen töltenéd ennél a klubnál, mert a szavaidból számomra úgy tűnik, hogy, hogy jó, jó ott játszani balmazon. Igen, én szeretek, én meg szerintem sokat nevében is mondhatom, hogy most jó ott focbalistának lenni. Hát akkor további sok sikert és jó munkát majd a következő feladathoz. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, Szia Roland. Én köszönöm szépen, viszont látás.